Az egri csillag, az egri bikavér és a Pezsgő hármasának jegyében startolt egy csütörtökön a Vino Magnum kóstoló ünnepadobó téren. 6 napon keresztül kóstolhatják a látogatók a borászatok kiválóságait. Kóstoljunk egy kis bort. Mennyire szeretitek az egri bort, hogy miért fontos számotokra, hogy legyen egy ilyen rendezvényi tegerprint augusztus 20-a környékén? Itt élünk Egerben, és úgy gondolom, hogy ez egy jó program ide kijönni barátokkal, ismerősökkel. Fontosnak tartom. Milyen bort kóstoltatok eddig, vagy mi a terv még? Fehér szárazat, fröccsként, és maradnánk is ennél. Devecserből jöttünk, itt nyaralunk, és teljesen véletlenül sétáltunk, és úgy találtunk ide. Miért pont Egert választották nyaralások helyszínéül? Nagyon szeretjük a várost, és ilyen 3-4-5 évente visszatérünk rendszeresen, most már 25 éve. Hangulatos itt a tér, egy helyen van többféle borkóstolási lehetőség, nem csak a Szépasszony völgybe. Fél édes bor, de nem tudom pontosan a nevét, hogy milyen bort iszunk. Ilyen fél édes fehér bor, nagyon finom különben, nagyon finom, szuper. A Vino Magnum, az Egri Borút Egyesület és az Agriafilm Kft. Közös szervezésében valósul meg augusztus 15-e és 20-a között. Nagyon fontos az egri borvidék számára. Itt vegyesen mutatják be a borokat, a bikavért is, az egri csillagot is, illetve választható borokat a borászok. És ami nagyon fontos, hogy idén bemutatkoznak az egri pezsgők. Egyre több van a borászoknak, és egyre fontosabb itt az egri borvidéken a pezsgő is. Több mint 20 borászat hozza ki a borát és pezsgőjét, ahogy említettem, illetve vannak pálinkák is, vannak gasztrópontok, van a gasztró étterem, van a bodega hamburgerrel, van a gasthaus különböző fesztiválételekkel, vannak gyerekeknek ugye vattacukor, kürtös kalács, úgyhogy lehet mindenféle finomat kóstolni. A borok mellett persze, illetve hogyha egy picit odébb megyünk a Végvári Vitézek terére, ugyanis kinyújtottuk a rendezvényt, ott még sört is lehet kapni, ott zajlik a bormozi, popcorn, nachos, ott minden, ott egy kicsit elrugaszkodunk ettől a boros dologtól. A bormoziba ugye 6 filmet fogunk vetíteni, ennek a nagy része zenés, Elvis, Bohém, Rhapsody, ugye a Queen film, akkor Bormámor, Provence, akkor Imádlak utálni, ugye régről visszahoztuk most a Grease-t, ami nagyon divatos, úgyhogy kicsit ilyen bulizós, kicsit borozgatós, és olyan filmek, amit mindenki ismer, úgyhogy lehet koncentrálni a filmre és a borra egyaránt egyszerre. Színpadon most egy Mystery Gang-el fogunk nyitni, őt mindenki ismeri ugye országosan. Országosan ismert még Dévényi Tibi bácsi, egy hatalmas diszkósóval készül nekünk, és nagyon sok helyi zenekar fog még itt fellépni itt a színpadon. Egriek közül ugye itt lesznek velünk Gyuris Luca, Magyar Balázs ugye egy akusztikus produkcióval, akkor Dan Miller, Kabaré Band, akkor a Simple Acoustic, Mood Garden és a Trampur, ők nagyon fiatal, vagy nagyon ügyes fiatal srácok, akik nemrég kezdték el ezt a formációt, és tényleg fantasztikusak. Persze mindegyik, de őket külön kiemelném. Illetve azt kell még elmondani, hogy augusztus 20-a is beletartozik a programba, és ott lesz az állami ünnepség, azt követi a tűzijáték, utána pedig egy Balázs Fecó emlékkoncerttel készülünk. Az Egri Borút Egyesület kiemelt eseménye a Vino Magnum, hangsúlyozta Pulai Palett alelnök. Az egyik olyan augusztusi hétre került ez a rendezvény, amikor a város tele van turistákkal, mind belföldi, mind külföldi turistákkal, így ezt kihasználva minél több embernek tudjuk megmutatni az egri borokat és magát a fesztivált, úgyhogy ez nagyon pozitív. Mennyire számít újdonságnak itt az egri borvidéken a pezsgő, hiszen ugye nem olyan régen készítik ezt. Ez egy elég új dolog, nyilvánvalóan a borfogyasztási trendekkel próbáltak a borvidék is alkalmazkodni. Fesztiválokon nagyon kevésszer szokták megmutatni a borászok, hiszen inkább az egri csillagot, a bikavért preferálják és szeretik megmutatni. Azért is gondoltuk, hogy egy ilyen összefogásként megmutatjuk a pezsgőket, mert az elmúlt években mind hazai, mind nemzetközi borversenyeken szuper eredményeket értek el a pezsgők, úgyhogy valóban megéri őket megmutatni. Elsősorban száraz fehér és rozé pezsgőket lehet kóstolni. Az Egyesület alelnöke azt javasolja, hogy próbálják meg a látogatók összehasonlítani a kóstolás során azokat a borokat, melyek mindegyik borászatnál megtalálhatók. Szerintem nagyon széles választékkal és nagyon jó borokkal, tehát nagyobb borokkal is kijöttek a borászok.
úgyhogy mindenki meg fogja találni, ami a szája ízére, kedvére való. Abban is segített, hogyan kóstoljunk. A legelső tanács az lenne, hogy legelőször a fehér borokat kóstoljunk meg. Ezután jönnek a rozék, és ezután a vörös borok. Ott is próbáljuk meg felépíteni, hogy könnyedebb, aztán a testeselket hagyjuk a legvégére. Nyilvánvalóan mindenki a saját határain belül annyit kóstoljon, amennyit még elbír, ki mennyire gyakorlott kóstoló, ki talán kevésbé, vagy nem olyan gyakran kóstol. Hogyha sajtot, pogácsát és vizet iszunk, akkor ez sokat segít a két kóstoló között. Ha lehetséges, akkor ne vízzel öblítsük a poharunkat, hanem a következő borral egy nagyon pici mennyiséggel, mert akkor sokkal jobban kijönnek az ízek és az aromák, erre érdemes odafigyelni, és mindig meg kell kérdezni az adott borászatnál, hogy így hol tartunk a sorban, és mit javasol a következő lépésként. A pezsgő kóstolását a legelejére kezdésnek, vagy a fehér borok végére javasolja.